Múlt héten az országos média érdeklődésébe került Török Bálint abból az apropóból, hogy Szentmiklósi Tóth Tamás képviselő kvázi átült a kormánypártok oldalára, és ezzel a 7-5-ös arány 6-6-ra változott. A testületben itt időközi választástól kezdve döntésképtelenségig, alpolgármester hiánytól, bizottságok felállításának az elmulasztásáig sok minden történt, illetve nem történt a városban. Szőke Pétert, Török Bálint Honlap Egyesület elnökét, egyéni képviselőt kérdezem, mondhatni talán az helyi ellenzék vezetőjét, hogyan reagált, amikor megtudta a képviselőtársa átülését vagy párfordulását. A helyi ellenzék vezetője, ez nem biztos a legjobb kifejezés, mert egy önkormányzatban ez a kifejezés, hogy ellenzék, ez ugye nem olyan, mint az országos politikában. Török Bálint Honlap Egyesület egy lokálpatrióta civil szervezet, amit ugyan ellenzéki pártok támogattak a választáskor, de ettől függetlenül mi egy civil szervezet vagyunk. Az a helyzet, hogy Szentmiklósi Tóth Tamás beülése, ez ugye nehéz először érzékelni, hogy ez miben nyilvánul meg. Ez általában a szavazásokkor szokott megmutatkozni. Ez nem egy formális beülés volt, bár ott ül a fideszes képviselők mellett, rögtön az alakulőülésen velük együtt, ott mellettük, vagy utánuk jött be, és úgy ült le melléjük. De önmagában ez még nem jelent semmit, hogy fizikailag hova ül, azt gondolom. Az embert a tettei mutatják meg igazából, és ehhez kellett egy-két ülés, hogy nyilvánvalóvá váljon, hogy ő igazából kinek a irányvonalát szeretné képviselni, a mi gondolatainkat, erőterjesztéseinket szeretné támogatni, vagy esetleg a kormánypárthoz tartozót. Ennek korábban, mielőtt összeállt volna és felállt volna a képviselőtestület október 13-a után, semmilyen jele nem volt? Márhogy adott esetben bizonyos kérdésekben a kormány oldal erőivel szimpatizál. Voltak furcsa jelek, rögtön akkor, amikor egy együttműködési megállapodás, mondhatni, egy összefogás jött létre ugye az ellenzéki pártok és a Török Bálint Honlap Egyesület között, még tavaly nyáron a választások előtt, akkor ugye Szentmiklósi Tóth Tamás, aki előzetesen azt mondta, hogy részt fog venni ebben az együttműködésben, a megállapodás aláírása előtt pár órával e-mailben közölte velem, hogy ő az MSZP-t kilépteti. Ugyan szóbeleg megállapodott, hogy jön velünk, de ezt most felrúgná. Indokolta? A választási kampányunknak a stílusát és egyéb nehezen megfogható dolgokat mondott. Már csak azért is érdekes, mert ha a másik oldalt, ahova most beült, annak a kampánynak a stílusát megnézzük, hát ez így önmagában már nem áll meg ez a magyarázat, mert igazából a fideszes kampány az úgy nézett ki, hogy kígyót békát kiállítottak ránk, majd utána azt megcsinálták, amikor, tehát hogy mi lejártó kampányt folytatunk, majd egy jó nagy lejártó kampányt indítottak például ellenem a választás végén, hogy elárultam a kertvárost, és erről ilyen hatalmas plakátok voltak és hasonlók. Úgyhogy ez önmagában egy mondva csinált indok volt. Néhány mikropártnak a emblémáját megszerezte, hogy úgy tüntesse fel az ő csapatát, mint egy ilyen ellenzéki összefogás. Így van, tehát ilyen, nem tudom, hány százalék, tehát nem mondanék, hibahatár körüli százalékú pártoknak a logóit megszerezte arra, hogy egy ilyen sok pártos, hát hogy is mondjam, összefogásnak tűnő valami fajta szövetséget föl tudjon mutatni, hogy itt aztán a valódi ellenzéki összefogás Török Bálinton. Ezzel azt gondolom, hogy sok embert becsapott, akik az MSZP-re szavaztak, és én úgy gondolom, hogy azzal a cselekvésével, hogy ő a Török Bálint Honlap előterjesztéseinél a fideszes képviselőkkel szavazott, illetve minden olyan fontos ügyben, ahol ez lényegi, a fideszes képviselőkkel szavazott, ezzel megmutatta azt, hogy azokat a szavazókat, akik az MSZP-re, meg erre az ellenzéki mikropártos összefogásra szavaztak, őket ugye becsapta. Az MSZP elég gyorsan reagált, úgy tudjuk, hogy kizárták a soraikból a képviselőt. Az MSZP most inkább az önök platformját vagy összefogását támogatja itt helyben? Egyelőre erről szó nincs, ugye ő helyi MSZP vezetője volt, tehát ő
hát mondhatni szabad keze volt itt a dolgokban, és szerintem az MSZP-nek magára kell találnia először itt helyben, ahhoz, hogy utána tudjunk beszélgetni erről a dologról. Jelenleg erről még nem tudok sajnos beszámolni, de én azt gondolom, hogy semmi olyan ok nem lesz, ami távol tartsa az MSZP-t, Tökmányt Holnap civil szervezettől, mint oly sok helyen az országban, úgy gondolom, hogy minket itt fognak tudni támogatni. 6-6-os arány alakult ki most a egyik oldali vagy másik oldali, mondjuk így, képviselő csoportok között. Mennyire nehezíti ez meg a város működését? A elején a felvezetőben mondtam, ugye, hogy nincsenek bizottságok, nincsenek alpolgármesterek, ez előbb-utóbb talán mulasztásos törvénysértésnek fog minősülni, de például a legégetőbb a költségvetés megszavazása, és ahhoz fel kell állítani egy költségvetési bizottságot. És az önközösségi oldalán olvastam, hogy nehezményezi, hogy Elek Sándor polgármester pontosan azt a szentmiklósi Tóth Tamást jelölné ennek a bizottságnak, a pénzügyi bizottságnak az élére, aki hát a mostani státuszkot tekintve egy megosztó személyiség. Ennek hangot adott a közösségi oldalán, lesz ennek következménye? Magyarán az önök szavazata is kell, gondolom, ahhoz, hogy elfogadják bizottsági elnöknek. Így van. Én azt gondolom, hogy azzal, hogy az alakuló ülésen vagy az első ülésen nem lett a polgármester választva és a bizottságuk, ezzel már mulasztásos törvénysértés követ el a képviselőtestület, hiszen az önkormányzati törvény ezt előírja az önkormányzat számára, hogy ezt meg kell történnie. Sajnos ez olyan szerencsétlenül alakult, hogy a polgármesternek kettő javaslata volt, amely az egyikben két fideszes és egy honlapos alpolgármester, tehát három alpolgármestert javasolt. Ezt mi erősen túlzónak gondoltuk, nem támogattuk. Ezt követően egyből a következő javaslata, egyébként Szent Miklós Tóth Tamás ezt megszavazta, ezt a javaslatot, tehát ott 6-6 lett az eredmény. A következő javaslata az volt, hogy két fideszes alpolgármestert jelöljön. Hát én azt gondolom, hogy a polgármester együtt 5 fideszes képviselőből, tehát a 4 fideszes képviselőből 2 alpolgármesternek jelölni, hogy is mondom, kicsit szemérmetlennek gondolom, de ez a legkedvesebb kifejezés, amit tudok erre mondani. Ezt értelemszerűen nem tudtuk támogatni, mert a választói akarat egyáltalán nem jelent meg ebben a javaslatban. Szent Miklósi Tóth Tamás ezt is megszavazta, tehát támogatta ezt a gondolatot. Ezt számtalan előterjesztés követte, amit vele a fideszesekkel szavazott, mondanék például a polgármester jutalmára, az év végi jutalmára, amit a fideszes képviselőkkel együtt terjesztettek be. Ezt nem támogattuk, mert úgy gondoljuk, hogy például amikor a város 11 millióra megbüntetik közbeszerzési döntőhatóság által, mert a polgármester megkerült a közbeszerzési eljárást, például itt a városháza kapcsán, és a képviselőtestület háta mögött hozott döntéseket úgy, hogy közbeszerzési eljáráson kívül, és ezért ekkora büntetés jár. Erre nem jutalmat szoktak adni, hanem teljesen mást. Ezen kívül még számtalan ügyet mondhatnék, de nem hiszem, hogy belefér ebben a rövid kis megnyilvánulásban. Fontosabb az, hogy hogyan tovább? Most ez a padhelyzet kialakul. Igen, a padhelyzet azért nehéz, mert ugye minden egyes döntés nagyon nagy vitával jár. Most értelemszerűen a kisebb fajsú, vagy technikai jellegű, vagy törvényi megfelelésű döntések, azok általában úgy mennek át a testületen, hogy konszenzussal, tehát mind a 12 résztvevő a testület megszavazza, ám de vannak politikai döntések. Például az átláthatóság irányára tett kísérletünk, ami több körben is megcsúszott, és a volt MSZP-s képviselő szavazata miatt nem ment át. Tehát nem tudtuk még átláthatóbbá tenni az önkormányzatot. Nem tudom, hogy ez őt miért zavarta. Azt gondolom, hogy a 6-6-os felállás nagyon megnehezít mindent. Persze egyfelől jó, mert a vita az sokszor előre visz a dolgokat, csak az a baj, hogy ehhez kompromisszum képesség is kell, hogy járuljon. Ezt eddig nem éreztük a polgármesteren. Tehát, hogy igazából az van kifelé kommunikálva, hogy itt a Törökbányt Holnap Egyesület mindennek a gátja. Most például megjelent olyan Facebook bejegyzés a 0602 Ósan Török Bálint félmaraton oldalon,
hogy sajnos nem tudják megcsinálni az idei versenyüket, mert hogy olyan helyzet állt elő az önkormányzat, hogy nem lesz erre támogatás, a költségvetés ezt nem teszi lehetővé. Tehát egy ilyen politikai jellegű megnyilvánulást tett az a szervezet, aminek az oldalát a Kis István szerkeszti egyébként, aki a polgármesteri kabinetnek a alkalmazottja. Majd ezzel párhuzamosan folyamatosan megkerestek minket, hogy hallják, hogy itt még átoljuk a költségvetést, hasonló dolgokat mondtak, és úgy tűnt, mintha egy ilyen szándékos lejártási propaganda zajlana. Most ehhez hozzá kell tennem, hogy minden év decemberében költségvetési koncepciót tárgyal a testület. Ez most elmaradt, most decemberben, először Törökbány életében. Minden januárban a költségvetés első olvasatát tárgyalja a testület, sőt tavaly januárban már is fogadtuk a költségvetést, amire először volt példa. Arra viszont, hogy januárban nem látják a költségvetésnek a számait a képviselők, erre még nem volt példa. Tehát azt gondolom, hogy eddig a polgármester és a mögött álló erők szándékosan, vagy nem szándékosan, de szabotálták a költségvetés megtárgyásának a folyamatát. A tegnapi napon szerencsére sikerült elfogadni a pénzügyi bizottságnak egy ilyen átmeneti változatát. Ki lesz a vezetője? Dr. Somogyi Bálint Márton, fideszes képviselő lesz a vezetője. Ezt a pozíciót, amire 4 cikluson keresztül nem volt példa, hogy nem az ellenzék, bocsánat, vagy nem a hatalmon lévőkkel ellentétes oldal vezesse, ilyen nem volt példa, ezt átengedtük csak azért, hogy legyen pénzügyi bizottság, mert ehhez ragaszkodtak. Az sikerült elérni, hogy ne a Szent Miklósi Tóth Tamás legyen, azt gondolom ez is egy fontos eredmény. Illetve sajnos kialakult ott is egy padhelyzet, tehát a polgármester ragaszkodott ahhoz, hogy ott is pont annyian legyünk, mint a testületben, tehát pont ugyanúgy vég nélküli viták legyenek, ezt én nagyon károsnak gondolom, de azt gondoltuk, hogy muszáj megcsinálni ezt a bizottságot, mi sok mindenben engedtünk, csak azért, hogy végre tárgyalhassuk a költségvetést, és a város tudjon tovább működni. Reálisnak érzi azt, hogy normális időben legyen költségvetése, mondjuk február elején, közepén legyen költségvetés, elfogadott költségvetése Török Bálintnak? Én nagyon bízom benne, hogy ez így lesz, és a költségvetés tárgyásának a szabotálása ezzel most le tud fejeződni. Az, hogy sikerül-e megalkotni a költségvetést, ez nyilván nem csak rajtunk múlik. Azt gondolom, hogy sok kompromisszumot kell majd kötnünk, mert a választók, amiért minket választottak, számtalan olyan pontja van a Törökbálint Honlap Egyesület választási programjának, ami pont a költségvetésre irányult, hogy milyen típusú kiadásokhoz, amelyek fontosak, milyen fejlesztések, milyen felújítások, és mik azok, amik nem. Tehát azt gondolom, ez egy nagyon kemény vita lesz. Ha megmutatkozik a polgármester és a fideszes képviselő csoport részéről a kompromisszumkészség is tudnak elengedni dolgokat, akkor én biztos vagyok benne, hogy lesz költségvetésünk. Hogyha minden áll mindenhez ragaszkodnak, mint eddig, mint hogyha ugyanaz lenne a helyzet, mint az előző ciklusban, ahol nagyon nagy számú fideszes többség volt, akkor nem biztos, hogy lesz költségvetés. Tehát ez én bízom benne, hogy igen, de én egyedül ezt sajnos nem tudom garantálni, nem tudok érte szavatolni, hogy lesz-e.